Köszöntöm a stúdióban, kolléga úr, nem, hogy ezt mondom, Maros, én hallom. Nem, én azért is mondtam itt a műsor elején, hogy haditudósító, mert hát tényleg azt írták és azt mondták rólad, hogy mindig ott vagy, ahol éppen lőnek a világban, és ez nagyjából így is van, de hát annyi mindennel foglalkoztál, ezen belül például könyvek írásával is, hogy most éppen olyan békés hangulatban vagy, és azért említettem a szabadság árát, mert akkor hát tényleg ott voltál Kadhafi idejében mindenhol, ahol csak tényleg lőttek, és ott voltál a legmelegebb pillanatokban, és ilyenkor meg szokták azt kérdezni, amit én nem kérdezek meg, hogy természetesen nem féltél ott, persze, van, aki fél, van, aki nem fél. Én inkább egyetlen egyet kérdeznék, hogy akkor, amikor ott voltál tényleg az arab tavasz idején, kik segítettek neked? Mert az, hogy egyedül nem hiszem, hogy csak úgy hát bemegyünk. Egy valutaváltó, aki a Keleténél dolgozott régen. Igen. Egy líbiai, aki nagy szerencsénkre Bengáziban fölbukkant a szállodába, ugye híremező magyarok vannak. És ugye az MTV a stábjával voltam, és akkor fölbukkant egy egykori valutaváltó a Keleténél, akit ilyen korábban is ismertem, aztán most meg még jobban összebarátkoztunk, neki köszönhetem az életemet, mert egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol ha ő neki nincsen hideg vére, akkor nem tudom, hogy lett volna, mert elkezdtek lőni ránk, és ugye a helyismeret az nagyon fontos egy ilyen helyzetben. Nagyjából tudtam, hogy hol vagyok, de hogy kéne innen elmenekülni, azt mondjuk nem volt annyira benne egy forgatókönyvszerűen a fejembe. Úgyhogy én neki köszönhetem az életemet, és hát április 26-án mindig meg is ünneplem, mert akkor volt, amikor kijöttünk egy ilyen golyózáporból. Aztán elmentem hozzá, amikor megjelent a könyv, vittem neki egy példányt, föl kellett olvasnom, hogy mit írtam, mert olvasni nem tud magyarul, csak hát, hogy számolta. A change money. Így van. Úgyhogy felolvastam neki, nagyon tetszett, bemutatta a feleségét, aki aztán 20 éve fiatalabb. Hát most nem tudom, mi lehet vele, akkor egy lakberendezéssel foglalkozott, volt érzék a realitások iránt, szét volt lőve minden. Nagyjából kezdett helyreállni a rend, most már megint fölborult, és hát fontos volt, hogy hogy néz ki belülről a lakás, úgyhogy elment lakberendezőnek. Tehát akkor ő magyarul tudott? Persze. Káromkodni is? Káromkodni is tudott, nem nagyon káromkodott, mert ő mélyen vallásos volt. És kérdezik, menekülünk. Igen. Hát azzal most nem mutattam a nézőket, hogy a kocsi csomagterében volt egy oldalszalon nagyságú TNT. Igen. Néhány rakéta, meg nem tudom, hogy hány láda lőszer, amit nem mi tettünk bele, hanem egy haverja. Igen. Ugye a sztori onnan indul, hogy reggel eldöntöttük, hogy elmegyünk, megnézzük a Szaharában a menekült családot, hogy élnek gyerekkel, víz nélkül, mit tudom én, menekülve Kadhafi elől. De változott a terv reggel, mert hogy felszabadultak a városok sorra. Hát menjünk arra. És akkor elindultunk ez a bizonyos baráttal, aki az egyik helyen meglátott egy Seatot, egy dombtetőn. És mondta, hogy ezt a forradalom nevében lefoglalja, mert nagyon jól néz ki. És kiszállt az autóból, előzőleg tett be néhány robbanószert a csomagtartóba, de ezt mindenki elfelejtette. Ugye Líbiában akkor is az volt a divat, meg most is, hogy tegyük el, jó lesz még valamire. Tehát találtunk egy rakétát, akkor vigyük haza, soha nem lehet tudni. És elindultunk ezzel a mérhetetlen mennyiségű robbanó szerkezettel a csomagtartóba, és az csak akkor jutott eszembe, amikor elindultunk visszafelé menekülés közben, és lőttek. Olyan, mint a filmekben, tehát pattogott a több autó állt egy helyen, pattogtak a karosszérián a lövedékek, ugráltak az emberek, az én Ali barátom nekiállt Y-ba kifordulni, azt hittem megőrülök. Mondom, pont arra megyünk, ahonnan lőnek, nem baj? Na mindegy, lényeg az, hogy szerencséinkre minden új út mellé meghagyják a régit. És az ráment a régire, és az porzott borzalmasan. Aha. Tehát nagyjából kikerültünk a látóköréből a Kadhafiéknak, de csak utána jutott eszembe, amikor az Olbersovszki letolt, hogy hol voltam egész, nem tudom, mert ő megkeresett bennünket. Igen. Akkor jutott eszembe, hogy úristen, tele volt robbanószerrel a csomagtartó. Hú, hát tényleg, mint a filmeken. Na most ez a srác, ez valószínű, hogy tudta ezt is, meg ugye bekalkulálta, hogy hát ha eltalálnak, ő 24 kilométerre, vagy nem tudom, hogy hány kilométeren keresztül imádkozott. Igen. Tehát nem káromkodott, imádkozott, hanem Allahhoz imádkozott. Ő elmondta, hogy ő tudja, hogy rosszat csinált a Keleténél például, mert a valutaváltás nem éppen a legdicséretesebb dolgok egyiken. De most kivételesen bocsássa meg neki az Allah, és engedje meg, hogyha baj van, akkor mennyországba kerüljön. Ezt mondta több kilométeren keresztül. Értem. Na hát a könyvről még csak egyetlen egy mondatot, ha már itt Alit említetted, és Kadhafit. Kadhafi és Kádár János találkozott, úgy tudom. Így van, találkoztak, hát amiről én tudok, Balatonaligán a vízibusznak a tetején,
külön el volt kerítve egy rész, a Kádár ült, vele szemben leültették a Kadafit, de úgy, hogy Kadafi volt a sarokban, hogy nehogy felálljon, mert ez rohangált folyamatosan. Tehát meglátott egy dombon ott valahol, kikötöttek Tihanyba, ugye ott álltak nemzeti színű ruhában a fiatal lányok, a kenyérrel, stb. Kadafi félretolta őket, fölront a dombtetőre, mert gyerekek pingpongoztak. És beállt pingpongozni. Tehát egy ilyen fegyelmezetten ember volt, aztán később is, ugye, mert nála például nem lehetett neve a futballistáknak, csak száma. Mert Líbiában, amit a 70-es években csak a Kadafinak lehetett neve. Há, gyönyörű. Úgyhogy a foci közvetítés úgy ment a tévében, hogy a 22-es, meg a 11-es, és akkor ezek valahogy összeakadtak és szabadrúgás. Jó, hát akkor időnk felét elbeszéltük, hát, egy régebbi könyvről nem baj. Minden esetre Kadafiról emlékszem, azt olvastam, hogy azzal, hát már bocsánat, a szó, hogy retette a népét, de lehet, hogy ő komolyan gondolta, hogy egyszer hogy nektek még fehér szolgáitok lesznek. Hát ilyeneket mondott. Egyébként megmondom neked őszintén, hogy van bennük ilyen. Én nem akarom bántani a líbiaiakat. Ugye a Kadafira azt mondták, hogy ő az ördögnek a gyereke, egy sátáni, bocsánat, a sátánnak a gyereke. Igen. És én azt mondom, hogy a Kadafi idejében felnövő korosztálynál azért meglátszik, hogy nem teljesen európai módon gondolkoznak. Na most képzeld el, hogy amikor elindult ez az arab tavasz, kiürültek a szállodák, nőtt a szeméthegy a folyosón, mert a vendégmunkások elmentek. Igen. Tehát lényegében az egész országot, mit tudom, hogy hány millió vendégmunkás működtette, mert a többiek meg sisáztak, ugye az a vízi pipa, sisáztak a kávéházon, meg mit tudom én, e-mailezgettek, vagy nem tudom én, SMS-ezgettek a tunéziai lányoknak, mert azt nagyon szeretik, ezzel telt az életük. Jó, na hát akkor most megpróbáljuk összefoglalni, pontosabban te próbáld meg összefoglalni most a legújabb könyved, ami ugye hát békésebb sokkal, mert hogy Fegyverek között a szeretet. Ez, hát papok, katolikus papok, de nyilvánvalóan ennek is van köze valamiféleképpen a katonasághoz. Hát hogyne, hát ezek az emberek ott szolgálnak a katonák között, belföldön is, meg külföldön is a missziókban. Én azért azt nyugodtan merem állítani, hogy a lövészárokban nem nagyon marad ateista. Hát aki elment egy misszióba szolgálni, magyar katonaként, én szentül hiszem, hogy nem úgy jött vissza, hogy ő nem tudja, hogy hol lakik a jóisten, ezt ott megtanulta. Most ebben a helyzetben fontos, hogy legyen ott valaki, aki közvetít a jóisten meg az ember között. A tábori lelkész. Ez a tábori lelkész. Ugye a testtel, a lélekkel nagyjából van, aki foglalkozzon, de a szellemmel is ideje lenne, és lényegében ezt ismerték fel a rendszerváltás idején 1994 előtt, és kezdték el feszegetni, hogy hogyan lehetne ezt a szervezetet újjászervezni, mert volt ilyen. Az 50-es évek előtt volt. Akkor megszűnt 50-es években. Nem megszűnt, hanem eltűnt. Eltűnt, igen. Tehát igen. Eltűntek a lelkészek, senki nem írta le, hogy nem lehet, csak egyszerűen eltűntek. Na most ezt az eltűnő, vagy eltűnésben levő szervezetet próbálták meg talpra állítani, ezelőtt 20 évvel, és tulajdonképpen ez a könyv erről a 20 évről szól. Két tanítványom megírta a történelmi részt, ami gyakorlatilag a világháborúk időszakáról szól, és aztán az 50-es évekről, meg a mostani elmúlt 20 évről, nekem pedig az volt a tisztám, hogy a lelkészeket mutassam be, és én azt találtam ki, hogy mutassuk be őket interjúk keretében. Igen. Tehát hozzuk közelebb az olvasóhoz. Vállalta mindenki, gondolom. Hát nem. Ezért kérdezem. Papnak nehéz gyónni. Hát ezért nem papnak. Tehát nem mint a titkaik lennének, csak hát szokatlan dolog volt, hogy a papok meséljenek arról, hogy a cölibátusnak az árnyoldala az hogy fog kinézni majd, amikor összedőlt a feje fölött a paplak, nem tudja levágni a körmeit, és milyen jó lenne, ha valaki megmosná a haját. Hát igen. Tehát mondjuk erről is lehetett beszélgetni, volt olyan tábori lelkész. Csak magyarok voltak. Csak magyar tábori lelkészek, de nem biztos, hogy csak lelkész volt, hiszen megszólalt a Várszegi Asztrik, ugye a pannonhalmi főapát, igen, akinek nagyon nagy része szerepe volt ebben a folyamatban, hiszen ő volt az, aki az egyház részéről képviselte az egyházi szempontokat, amikor ez a bizonyos 94 előtti egyeztetés elindult a Honvédség meg a katolikus egyház között, és azért az érdekes volt, amit elmondott a Várszegi Asztrik egy ilyen interjúban, hogy ez a 20 év ez most pont arra jó, mármint hogy évforduló, hogy üljünk le, gondoljuk végig. Nem azt, hogy kell-e, hanem hogy jó-e úgy, ahogy van, újra kell-e gombolni a kabátot, vagy nem. Nézzük meg, hogy mi az, amit föl lehet mutatni az elmúlt 20 évben. Vannak eredmények persze, de azért látszik, hogy
a szocialista időszak az, az nem kedvezett a, az egyháznak. Jó, hát a kollégának nyugodtan belevághatok a szavába. Abszolút, már elnézést, sőt, körülbelül ennyi idő volt. Tartad. Egyetlen egy mondat még. Az előző könyv, amiről beszéltünk, a Szabadság ára, arról azt mondtad, hogy kinek ajánlod, mindenkinek, aki utálja a háborút. Ezt a könyvet kinek ajánlod? Hát annak, aki szeretne menet közbe születni. Mert itt el lehet kezdeni születni menet közben. Ezek a történetek, ezek elgondolkoztatnak. Talán reményeim szerint fölkavarnak bizonyos személyes életutakat is, uh-huh, amiken keresztül el tudunk jutni oda, hogy tényleg megszülessünk. Nem baj, ha 80 évesen. Csak legyünk már ott valahol a toppon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm szépen.